Mi a kenyered? Vendégek érkeztek a régió egyik népszerű pékségének Sokoró Pátkai üzemébe. A vakok és gyengéllátók Győr-Moson-Sopron megyei egyesületének 20 tagja látogatott el a Sokoró aljai kis településre, hogy egészen közelről ismerkedjen meg a kenyérkészítés fortéjaival. Van két kisebb etáskemencénk, és van két forgókemencénk is. A forgókemencébe általában süteményeket sütünk, péksüteményeket, vagy esetleg cukrássüteményeket, piskótákat. A házigazda pékség tulajdonosa örül neki, hogy sokan kíváncsiak a munkájukra. Most is szívesen fogadták a sérültséggel élőket a péksütemény készítés oroszlán barlangjában. Nagyon sokan jelentkeznek hozzánk, hogy a üzemet, a pékséget, a pékműveit, hogy meg tudják nézni, és nagyon örömmel, szívesen fogadtuk ezt az egyesületet is, mert tényleg úgy tudom, hogy tudunk nekik nyújtani olyan dolgokat, olyan kis érzéseket, ami a mindennapi ételhez közelebb hozza hozzá őket. A látássérültek rendkívül érdeklődőek és szeretik megmutatni magukat, ezt mondta megyei elnökük, akinek vezetésével már sok helyen jártak és sok mindent ki is próbáltak. A pékek munkája is roppant módon kíváncsivá tette a sorstársakat. Győri csoportunk szervezésében vagyunk most itt, ugye hamarosan az új kenyér ünnepeit fogjuk ünnepelni, és úgy gondoltuk, hogy ellátogatunk ide a Pedro pékségbe, kíváncsiak vagyunk, hogy hogy készülnek a pék termékek, illetve kipróbálhatjuk azt, hogy például hogy kell készíteni perecet. Mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy jelen legyünk, ahogy említettem, mindig szoktam mondani, hogy jelen legyünk az emberek életében, és kíváncsian várjuk azt a dolgot, amit ma itt meg fogunk tapasztalni. Gazdag program várta a látássérült vendégeket, akik bepillanthattak a pék szakma rejtelmeibe, de ki is próbálhatták, milyen egyszerű vagy éppen bonyolult elkészíteni egy perecet. Nagyon készültünk a mai napra, most első körben megmutattam nekik a mi üzletünket, a Sokoró Pátkai üzletünket, abban is nagyon sok érdekességet, én magyar parasztvilágot meg tudtam nekik mutatni, és akkor megyünk le a műhelybe, megyünk egy kört, ott megnézzük a mi tésztáinkat, mi gépeinket, mi munkatársainkat, és fent egy, ha megvan az elméleti rész, akkor egy gyakorlati részre egy perec sütésbe fogunk vágni, de előtte még csinálunk olyant, hogy ilyen alapanyagoknak a vizsgálata, a szezámmagot nézzünk meg, hogy néz ki, a liszt hogyan néz ki, ilyen dolgokat fogunk ma megnézni. A sérültséggel élők szeretnék nap mint nap bebizonyítani, hogy ők bizony ugyanolyan értékes tagjai a társadalomnak, mint teljesen egészséges társaik. Ezért is mennek mindenhova szívesen, és tanulnak meg sok mindent az őket körülvevő világ érdekességeiből. Aki valamennyit lát, ugye az egy kicsit a látására is hagyatkozhat még, de aki egyáltalán nem lát semmit, az a tapintására, a hallására és a szaglására kell, hogy hagyatkozzon ebben az esetben, és ezért is fontos például az, hogy itt bizonyos dolgokat, tárgyakat megfoghatnak majd a tagjaink, megnézhetik, kézbe vehetik, és ez alapján láthatóvá válik számukra az, amik itt találhatók. Közeleg augusztus 20-a, amire a Pedrónál is gőzerővel készülnek, a tulajdonos büszke rá, hogy a nemzeti ünnepen sok helyen lehet majd az ő termékeiket kóstolni. Legfőképpen nagyon jó kenyerekkel készülünk, ebből már nagyon várjuk ezt a 20-ai sütést, hogy tényleg a legjobb kenyerek kerüljenek az asztalra. Egy olyan találtunk ki, hogy minden egyes verszipónkat nemzeti szallaggal fogunk átkötni. 3 kilós kenyérről van szó, tehát nagyon jól fog mutatni a családok asztalán, de nagyon sokan viszik ezt kenyérszentelése, a főapátság, egyházmegye, Tétre, Szemerére, Sokoró Pátkára, Tényőre, tehát 1001 falu viszi, hála az égnek, úgyhogy nagy öröm ez nekünk, és ezt mind felajánlásba adjuk ezt is. A sérültséggel élők Sokoró Pátkai látogatása igazán jól sikerült, a résztvevők a nemzeti ünnep közelettével szó szerint magukba szívhatták a készülő új kenyér illatát.